Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, vasárnapi napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Zánkáról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Zánkán, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek Zánkán, és most tulajdonképpen azt a túrámat folytatom tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én most itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek, Zánkán. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem, most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim! Én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom nektek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból jöttem, arrafelé van Balatonszepezd, Rébfülöp, Badacsony. Tehát Balatonszepezd, Rébfülöp, Badacsony, az konkrétan arra felé van, és én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Így hát a továbbiakban nem arra felé folytatom a túrámat, hanem már fordulok is egy újabb 180 fokot, és haladok tovább innen Zánka községéből. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom a túrámat, tartsatok velem, amúgy arrafelé van Balatonakali, és akkor már haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a mai túrámat, és hamarosan elhagyom majd Zánkát, tehát hamarosan el fogom hagyni Zánkát is ezen a vasárnapi napon. Hát ugye, ha a mai túrámat veszünk alapul, ugye a mai túrám az eddig szólt volna Zánkáig, de mivel hogy jó állok idővel, mert tényleg baromi jó állok idővel, így hát egy kicsit tovább gyalogolok, mint Zánka. Hát remélem, hogy örültök neki, hogy egy kicsit tovább gyalogolok, mint Zánka. Amúgy a mai túrámat azt ugye Balatonszepezd, Szepesd-fürdői vasúti megállóhelyről indítottam el, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is hablatyolok. És akkor haladok tovább itt Zánkán. Tehát folytatom tovább a mai túrámat, és lassacskán majd Zánkát is magam mögött fogom hagyni. Tehát lassacskán majd Zánka is magam mögött lesz hagyva. Hát mondjuk a mai túrám az idáig Zánkáig szólt volna a vasútállomásig, de ugye az ezt megelőző videómban meg is mutattam nektek a Zánkai vasútállomásnak a rakodó területét, illetve a középperonját, de nézzétek meg,
az ezt megelőző videót is, meg az azt megelőzőeket is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt Zánka területén. Hát ez ugye jelenleg még Zánka. Hát még ugye egy kis ideig még itt Zánka területén fogok haladni, és lassacskán majd következik Balatonakali. Hát a mai napon nyilván nem fogok elgyalogolni Balatonakaliig, tehát a mai napon ez nyilván nem fog összejönni, hogy elgyalogoljak Balatonakaliig, de még egy kis ideig elgyalogolok, innen Zánkától egy kicsit még eltávolodok, de viszont már Balatonakaliig nem fogok elgyalogolni, hiszen már déli 12 óra van, pontos idődátum folyamatosan a képernyő aljában látható. És akkor haladok tovább természetesen itt Zánkán. Amúgy itt halad a zöldsáv túraútvonal is, amit ugye már az ezt megelőző videómban elmondtam, hogy ugye itt halad a zöldsáv túraútvonal, amiről azt kell konkrétan tudni erről a zöldsáv túraútvonalról, hogy ez elindul ugye Zánka-Köveskál vasútállomásról, és tart egészen Nagyvázsonyig. Én ezt ugye a tavasz folyamán végig is gyalogoltam, elejétől a végéig a tavasz folyamán, de nézzétek meg a tavasz folyamán készült videókat is. Köszönöm szépen! És akkor haladok természetesen tovább itt Zánka területén. Hát szépen haladok tovább itt Zánka területén. És ahogy mondottam, a mai túrám az valójában már véget ért volna, hiszen a mai úti célom az Zánka volt, mármint Zánka vasútállomás volt a mai úti célom, de mivel idővel jó állok, így hát egy kicsit tovább gyalogolok, mint Zánka. De viszont Balatonakaliig nem fogok elgyalogolni, ez szinte biztos. De még egy darabon itten elgyalogolok, utána meg majd lezárom ezt a túrát, mert utána majd lezárom ezt a túrát, csak még itt egy darabig elgyalogolok, Zánka után, Balatonakali irányába, és akkor majd a következő túrát, nyilván ezt a túrát fogom majd folytatni, szerintem a jövő hét végén fogom folytatni ezt a túrát, ha jók a számításaim, akkor jövő hétvégén fogom folytatni ezt a túrát, mivel hogy ugye a héten már, jövő héten már ugye dolgozni fogok, hiszen lejárt a szabadságom a mai nappal, mert ugye a mai nappal lejárt a szabadságom, és a jövő héten ugye már dolgozni fogok, pedig jövő héten lesz pont jó idő, legnagyobb pekhemre, mert ugye ezen a héten leszámítva a hétfői napot, meg a keddi napot, meg a tegnapi napot, meg a mai napot leszámítva nem volt valami jó idő, mert tényleg nem volt valami jó idő a héten, pedig a héten szabadságon voltam. Hát nem baj, majd legközelebb, akkor jobb idő lesz remélhetőleg, amikor újra szabadságon leszek, de viszont ami biztos, ugye a jövő hét folyamán már dolgozni fogok, méghozzá éjszakás műszakba, vagyis a holnapi naptól, hétfőntől, mivel hogy a mai napon ugye vasárnap van, amikor ez a videó készült. És akkor mindjárt harmadjára is átkelek a 29-es számú vasútvonalon, ezen a vasárnapi napon. Tehát harmadjára is átkelek, itt a 29-es számú vasútvonalon, hiszen itt mindjárt balra el kell majd kanyarodni, mert tényleg itt mindjárt balra el kell kanyarodni, és a kerékpárút ugye balkéz irányba kanyarodik, tehát balra halad a kerékpárút, mármint a Balatont körbekerülő kerékpárút, hát ez itt balkéz irányba halad, illetve a zöldsáv túraútvonal is, amit ugye a tavasz folyamán be is jártam elejétől a végéig, két nekifutásból. De van is arról több videó is a csatornán,
Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És akkor itt mindjárt át is kell menjek a vasútnak a másik oldalára, és a kerékpárút is átmegy a vasút másik oldalára, és szépen kimegy a kerékpárút a 71-es számú főút mellé. És akkor itt kell balra kanyarodni ezen a ponton. Tehát itt kell balra elkanyarodni, arra egyenesen tovább zsákutca, tehát arra egyenesen tovább zsákutca, nincs tovább út, mert arra már az Erzsébet tábor van, tehát arra felé van az Erzsébet tábor, és ugye ez ezáltal zsákutca, tehát az zsákutca, és akkor itt el kell kanyarodni balra, vagyis arra felé kell folytatnom a túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És ha már úgyis itt pörgök körbe-körbe, akkor megmutatom néktek, hogy én konkrétan abból az irányból jövök. Tehát abból az irányból jövök. Arra felé van a Zánkai vasútállomás. Én abból az irányból jövök. És akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor átkelek itt a vasúton a mai napon harmadjára, vagyis harmadik alkalommal kelek át a vasúton ezen a vasárnapi napon, ami egyébként a 29-es számú vasútvonal. De szerintem ezt már elmondtam az előző két átkelésemben is. És akkor valójában itt el is hagytam Zánkának a lakott területét. Tehát valójában itt már el is hagytam ugye Zánkának a lakott területét. Hát a mai túrám az, ahogy mondottam, egy kicsit túlhaladok, mint Zánka. A Szélzajé pedig elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy szélzajosak vagyunk, ezért elnézéseteket kérem. Hát arról nem tehetek, hogy fúj a szél. Még a tegnapi napon nem volt ez a szélfújás, ami most van. Még jó, lehet, hogy tegnap is fújt a szél, csak nem ennyire, mert azért most határozottan lehet érezni, hogy fúj a északnyugati szél, és ezt nyilván ti is halljátok, így a videón keresztül is. Hát ezért elnézést és bocsánatot kérek tőletek, hogy ilyen szélzajosak vagyunk, de hát ugye a szélzajjal nem tudok mit csinálni, nincs nálam szélfogó. Sajnos, nincs nálam szélfogó mikrofon, sajnos, de be kéne már szerezni egyet, nem ártana, vagy legalábbis egy szivacs darabot ráragasztani a kamera oldalára, ahol ugye a mikrofon található, illetve a mikrofon nyílása található, ami ugye a kamerának a jobb oldalán van, hogyha szemből nézzünk a kamerát. Most bal oldalt van. Na jó van, gyerekek, megyünk tovább. Ahogy láthassátok ezen a felvételen, ugye Zánkát elhagytam, és ugye hamarosan következik majd Balatonakali. Hát odáig már nem fogok elgyalogolni, tehát Balatonakaliig már nem fogok elgyalogolni ezen a vasárnapi napon. Az majd egy következő alkalom lesz, amikor majd Balatonakaliig fogok elgyalogolni. Tehát ez majd egy következő alkalom lesz, nem ezen a mai napon, hiszen lassacskán lezárom a mai túrámat, hiszen már így is túlhaladtam Zánkán, és ugye az úti célom az Zánka volt eredetileg, méghozzá a vasútállomás, de ugye már túlhaladtam a Zánkai vasútállomáson, hiszen már Zánkát is konkrétan magam mögött hagytam. Hát lányok és fiúk, folytatom tovább a túrát. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor ugye Zánka
már mögöttem van, tehát elhagytam Zánka települést. És szépen megy kifelé a kerékpárút a 71-es számú főút mellé. Tehát szépen halad kifelé a kerékpárút, kifelé a 71-es számú főút felé konkrétan. Mert tényleg kifelé halad a 71-es számú főút felé ez a kerékpárút. Sőt, ki is megy a 71-es számú főút mellé ez a kerékpárút, és majd egészen Balatonakaliig, ugye a 71-es számú főút mellett fog haladni a kerékpárút. Hát az nyilván majd nem a mai napon fogom bejárni, hanem majd egy következő alkalommal. Hát a következő alkalom az szerintem jövő hét végén lesz, amikor visszatérek erre a túrára. Tehát az több mint valószínű, hogy jövő hét végén lesz, amikor visszatérek majd erre a túrára, mert vissza fogok térni erre a túrára, hiszen még jó pár kilométert le kell gyalogolnom, mire megérkezek Balatonalmádiba. Mert ugye végül is, amikor ez a túrának egyszer csak vége lesz, az Balatonalmádiban lesz. Hát nyilván nem mostanában, mert azért Balatonalmádi még baromira messze van innen Zánkától, főleg így gyalogszerrel, mivel hogy ugye én gyalogolok, illetve túrázok. Hát lányok és fiúk, lassacskán véget is ér a mai kis túrám, hiszen már így is túlteljesítettem a mai távot, hiszen már így is ugye túlteljesítettem a mai távomat, mert ugye a mai táv az az volt, hogy Balaton-Szepeszt fürdő vasúti megállóhelyről elgyalogoljak Zánka vasútállomásig. Ugye ez megtörtént, az ezt megelőző videóban ugye meg is mutattam néktek a zánkai vasútállomást, és ez már ugye a ráadás, ez a videó ezen a mai napon, tehát ez már valójában ugye a ráadás videó ezen a mai napon, és valójában a mai kis túrám ugye lassacskán majd a végéhez fog érkezni, hiszen ugye Zánkát már magam mögött hagytam, sőt Balatonszepezdet is. Ugye először Balatonszepezdet hagytam magam mögött, majd ugye Zánkát is. De viszont Balatonakaliig nem fogok elgyalogolni, tehát odáig szinte biztos, hogy nem gyalogolok el Balatonakaliig. Tehát odáig 100%, hogy nem fogok elgyalogolni, legalábbis ezen a mai napon biztos, hogy nem. De viszont ezt a túrát lassacskán majd ténylegesen is lezárom. Csak szerintem átmegyek a 71-es számú főútnak a másik oldalára. Hát valójában a zöld sávon fogok egy kicsit befelé haladni, mert ugye itt halad a zöld sáv túra útvonal, amit ugye a tavasz folyamán be is jártam elejétől a végéig. Ugye ez a zöld sáv túraútvonal, ami itt halad, ugye ez Zánkáról indul a vasútállomásról, és tart egészen Nagyvázsonyig. De ezt ugye én a tavasz folyamán teljesítettem, ezt a zöld sávot. És most szerintem átmegyek a 71-esnek a túloldalára. Valahogy átvergődünk, ami nem lesz olyan egyszerű. Most tart, kilövöm magam, így né. Át is jöttem a 71-esen. És akkor letértem valójából a kerékpárútról, mert tényleg letértem a kerékpárútról valójában. De csak azért értem le a kerékpárútról, hogy ezt a videót le tudjam zárni. Hát lányok és fiúk, egyelőre a mai túrám az ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy a mai napon is velem tartottatok.
ebben a újabb túrában is, és valójában túlhaladtam ugye Zánkáról, mert túlhaladtam ugye Zánkán, simán túlhaladtam a mai túrámat, valójában túl is teljesítettem, és itt átmegyek a útnak a másik oldalára, és valójában itt az út túloldalán lezárom ezt a mai túrámat. Hát szépen itt átjövök a úton, és akkor itt valójában le is zárom a mai túrámat. Hát lányok és fiúk, kedves nézőim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy a mai napon is velem tartottatok. Tartsatok velem majd legközelebb is, ami nyilván a jövő hétvégén lesz, hiszen a jövő hétvégén fogom folytatni ezt a túrát. Remélem, hogy majd akkor is velem fogtok tartani, mint ahogy most is velem tartottatok. Természetesen, hogyha tetszett ez a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy a mai napon is velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is, ami valószínű, hogy jövő hétvégén lesz. Remélem, hogy a jövő hétvégén is velem fogtok tartani, és akkor fogom folytatni ezt a túrát Balaton Akali irányába. Bízok benne, hogy a jövő hétvégén is velem tartotok. És akkor részemről jöjjön hát a személyes elköszönés innen a legelő széléről, mert ez itt ugye egy legelő, ami itt látható ezen a felvételen, tehát ez itt egy legelő. Amúgy arrafelé halad a zöld sáv túraútvonal, abba az irányba van Dörgicse, tehát arrafelé van Dörgicse, és abba az irányba halad a zöld sáv túraútvonal. De ahogy mondottam, erről a zöldsáv túraútvonalról van videó a csatornán, nézzétek meg azokat a videókat is. És akkor innen a legelő széléből megköszönöm a mai egész napi figyelmeteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is, egy következő túrában, egy következő videóban. Addig is legyetek jók! Vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Zánka határából. Sziasztok! És akkor a mai túrám ezennel lezárva. Sziasztok!